mindannyiótok örömére nem tudom teljesíteni azt, amit szándékoztam, ugyanis láttam, hogy olyan nagy lelkesedéssel adjátok a könyveket a könyvtárba, hát én is odaadtam. Úgyhogy így abból nem tudok felolvasni, amit terveztem. Kénytelen voltam írni egy rövid szövegét, persze, amit terveztem, hogy a múltkori csak 3 percet tudtam felhasználni, azt a hiányzót még majd bebótolom. Hát sajnos ma se igen lesz a 7 perctől több, sőt annyi sem. Búcsú estre. Őszbe csavarodott, kurtított szakállal, a hajnal szágoldó szekerére szálltam, reméltem, a cél felé gyorsan fut velem, hajnal elfutott, de döcögött szekeren. Délre kellett volna Sopron szélét érnem, hogy időben nehessem váró ebéden. Míg a busz calmogott, az idő elfutott, s 60 percnyi késés 120-at juttatott. Két hölgy nyugtatott, mosolyt, reményt is adott, s az új sofőr bátran lovak közé csapott. Majd, hogy segítsen rajtunk, Árpád baktatott, persze Zsoltot, nem jó tettéért kapott. Macska képe futott át ekkor az agyomon, felnéztem, s ott lakult lenézőn a falon. Alatta a bejárat, előtte asztal, ott mosolyjal fogadtak, s kedves szavakkal. Lám, az úti célbe beérkeztem vége, most már megtalálni a szobámat kéne. Jolánt, a régi 6-ost keresd meg, mondják. Jolánt, a 6-ost, lépcsőt is nyikorogják. Zsebbe rejtett kulcssal Gábor előkerül, nyitkan a zár, s ágyam elében penderül. Hogy egyesülhessünk, reáldogom magam, az ágyi puhaság öleli derekam. Idő gyorsan rohan, csak egy fél óra van, s pince hűvösében beindul a program. A kalapban papírcetli kemperegnek, s üdvözlő szavak macskákkal keverednek. Macskát, fogadót, nőt én is emlegetek, asztalon gyümölcs, egy barackot eszek, a vacsoráról nem lopok el helyet, babgulyás, kis tölt, lyukból egy keveset. A fekete foltot vizsgálgatja Gábor, engem jobban zavar a késő álom, későnő álmom. Gondot is okoz másnak álmatlanságon, az ismétlő szándék, és még újat találom. 7 percből csupán 3-at használok el, se baj, búcsúzóra, majd a maradék kell. Többi felolvasást igencsak élvezem, érzést, tudást ad, és újabb hitet nekem. Bízok abban is, hogy bő vacsorát kapok, ám ez a második megint csak becsapott. Nem baj, így nem riaszt éjjel majd a rossz álom, s a bő reggelinek is helyét találom. Szerda van, nem sürget a program, kószálok, emlékként rejtem, ha fontos találok. Boltok, fogadók, kínálták kínálatát nézem, és egy kis vendégőben fogyasztom ebéden. Amikor 4-hez ér az óramutató, kőszegi könyvtár felé sürget már a szó. Utcák gödrein, kövein botladozva érjük a helyszínt, mely izgalmunk fokozza. Felvétel, hogy jó legyen, odafigyelek, de is csalódnom kell, mert nem örültelek.
Hamarosan étterem lett meg rendesen. Előíte után bűnek nem üthet. Bűnek nem üthet. Ám sikerül szorítani annyi helyet, melyben elrejtjük másnapi ebédenek. Pirult palacsintát várok este végre, de meglep annak szűzies fehér. Ételre, italra több szót nem fecsérlek, inkább a szívemet önteném ki néktek. Önteném, de félek, nem kaptok utána, s egy kóbor maskakarma görgő leálljak. A farrahán borsó nem áll meg a falon, ezért a szívemet helyén nyugton hagyom. Ám boldog lennék nagyon, ha újabb napon kedves hangotokat majd újra hallhatom. Még szerettem volna folytatni, de nem volt rá idő. Így azokról a gondolatokról nem tudtok, szervusztok.